Sziasztok, Robin vagyok, és most játszunk egy kis House Slippert. Úgyhogy mindjárt megnézek valamit, egy pillanat. Na. Akkor így. Aha. Na, folytassuk magát a mozgó házunkat. Már csak egy helyiség van, ugye a nagyszoba kialakítása úgy, hogy még azért egy ebédlőt is elhelyezzünk, ami hát egy nem kis munka lesz. És majd a következő videóban, tulajdonképpen ez egy rövidke videó lesz, mert tulajdonképpen már csak a maradék helyiséget kell berendeznünk. És utána pedig, a következő videóban pedig a kertet csináljuk meg, és amikor a kert megvan, akkor tulajdonképpen eladjuk jó pénzért, majd kíváncsi leszek, hogy mennyiért is. Úgyhogy azt tervezem, hogy a következő videóban, az ezutáni videóban lesz majd a kert rendezés utáni eladás. Ja. Kíváncsi vagyok, hogy mennyiért fog majd elkelni. Na, mindjárt betölt a játék. Na, oké, be is töltött. Itt van ugye az irodánk. Már teljesen berendezve, és szép kert lett. És akkor a mozgóház. Menjünk. Tulajdonképpen kívülről nem is kell kifesteni. Jó, ez így, ahogy van. Jaja. Na, nézzük, itt van. Ez mi? Ez itt maradt. Kinyitás. Na hát, ezt nem is láttam. Na jó. Ez fura. Jó, ez így. És akkor... Ja, hoppá, bocsi. Itt van ugye az előtér, fogasok, láttörlő. Na és ezt a részt fogjuk. Itt tulajdonképpen... lefesteni. Hát ez nem fehér lesz. De nincs... nincs megmaradt. Nincs. Nincs megmaradt. Jó, hát akkor vegyünk festéket. Nézzük csak. Ez jó volt, ez a mandula, úgyhogy tökéletes. Hogyha nem lesz elegendő, akkor úgyis majd veszünk még egy emmest méretűt. De most innen kezdve, innentől kezdve lefestjük. Hogy a végén még elég lesz ez a...
fehér színű lesz a plafon. Radiátor majd úgy a folyosón lesznek elhelyezve. Több radiátor. Hogy leült a kis kutyulimucsi. Már csak ezt a részt kell. Lehet, hogy pont nem lesz elegendő. De majd veszünk még egyet. Hát igen, gondoltam, hogy pont kifogyok belőle, ezért egy SS-t veszek, mert nem kell sok. Igen, ez így elegendő lesz. Jó. Máshol nem kell. Jó, hát még jó, hogy csak SS-t vettem. Még adhatom. És akkor jön maga a fehér. Itt van. Na, mentés volt. Jó. Nézel, ú, de néz engem. Ezt az oldalt lefestem, és utána jön a többi része. Nem hiszem arrébb, mert úgy is ott folytatom, ahol van a festékes doboz. Tökéletes.
király egyébként. Hát szerintem nem is kell hozzáadni még dolgokat. Úgy értve, hogy ilyen bödön. Szerintem pont elegendő lesz. Eladjuk. És akkor nézzük is meg, hogy hova lehetne egy ülőgarnitúrát rakni. Már csak. Hát, tévé az már nem lesz. Nem tudjuk hova rakni. Nehéz lesz, de nézzük meg a dolgokat. Kanapék. Talán ez jó lehet, vagy nincs. Hármas biztos, hogy nem jó, mert az már túl nagy. Ugye például ilyen, ezt nézzétek meg, hogy ez akkora, hogy ez nem jó. Nézzétek majd mindjárt. Maradjunk ennél. Ott, hogy várjunk csak. Pont a kutya ott áll, ahol nem kellene, hogy legyen. Ez eléggé alacsony, nem? Ez a... Ilyen kicsit régen nem láttam. Ez kétfős. Jó, legyen. Jó, akkor csak így kétfős, de akkor... Legyen még egy ilyen. Így. Szerintem ezt így. Jó. Akkor legyen teljesen az ablaknál. Nézzük meg, hogy egy dohányzó asztal
hogyan is fér bebe, hogy rá. Nézzük meg ezt. Nézzük meg. Ezt még egy kicsit így arrébb rakjuk. Gyere, gyere csak ide, kutyus! Ha útban vagy most. Most jó. Ó, tökéletes! Az a baj, hogy az ebédlő asztalnak itt kell, hogy legyen, de itt túl szűk lesz az ebédlő asztal és a bárszékek. Hát... Húha... Mondjuk... Ha ide ülnek, akkor csak akik a fallal szemben vannak, azok látják. Tévét kellene, ugye? Úgyhogy mindenképpen kell egy ilyet. Igen. Nem, ez túl nagy. Aha. Jó, tévé megvan. Tulajdonképpen étkező. Asztalok. Keskeny asztal kellene. De olyan nem biztos, hogy lesz. Ez milyen keskeny? Ez biztos, hogy jó nagy lehet. Jó, persze. Oké. Keskeny faasztal. Na, ez jó. Nem. Nézzük csak meg. Ó, ez tökéletes. Jó. Máshogy nem tudom. Ide egy azt
egy széket, vagy bárszék. Szerintem ez jó lesz. Bár ugye a falat fogják nézni, de mindegy. Ó, így kukucskál így a asztal alól. Hát ez nagyon jó. Oké, megvan. És át tudok menni rajta. Király, hát egy kicsit szoros, de hát... igen, más nem tudok csinálni. Ide egy képet rakok. Díszítésnek, vagy... dekorációként, ugye? Festmények nagyok, úgyhogy inkább egy ilyen fotó. Ez jobb. Evés közben is lehetne egy jó kis fotót nézni. Például egy ilyen. Ez egy ilyen hangulat. Tutáraszt. Tökéletes. Hát nincs nagyon középen, de hát nem tudunk mit tenni. Még egy kicsit. Fújni. Jó, és ide is rakjunk fotót. Na ez jó. Hát itt se pont középen van, de semmi gond. Nézzük meg, kellenek ilyen polcok, vagy ilyen szekrényes polcok. Na nézzük, mik vannak itt. Szerintem ilyen vitrines kellene. Nem tudom, hogy ez milyen. Nézzük meg. Ó, ez tökéletes. De jó. Nézzétek, hát nem nagyszerű. Ide egy óra. Ez még jól is jöhet. Vámpír órája. Ez mekkora MS méretben? Jaj, ez nagy. Ez nagy. SS. A másik lesz a jó. XS. Ez meg túl kicsi. Jó, oké. Vettem az adást. Ez jó. Bár nem nagyon lehet látni a fehér mutatót, mert beleolvad, de mindegy, az árnyékát lehet látni. Na mindegy. Jó. Szőnyeg. Szőnyeg. Jó. Dekoráció, padló.
Nézzük csak ezt meg. Szerintem ez így jó lesz. Uff. Jó, jó lesz, tökéletes. Akkor... kellene még... Mi gondoltam, hogy... Ez milyen? Igen, ez lábtörlő. Jó, oké. Ez kell nekem. Ez jó, itt... egy. Kutyudi. Muszáj itt téblábulnod? Kicsit arrébb rakjuk. Nem, még egy kicsit arrébb kell vinnünk. Csak a kutyus az... Jó, mindegy, egy kicsit arrébb van, de nem tudunk mit tenni. Jó. Leoltjuk a lámpát, mert... Hát jó, már kell sötétedni. De eddig jó, itt lesz az étkező. Azt úgy, hogy nem kell rá rakni semmit. De mindenképpen itt elfejtettünk valamit. Növényt rakni. Nem is tudom, hogy ez jó ide? Nézzük meg ezt. Fényes fehér az jó. Oké, ez így jó lesz, nem? Jó. Növény kell azért. És... telefon. Ó, ilyen telefon, nem is láttam, hogy van ilyen. Mindegy. Ide rakjuk. Vagy csak. Szerintem. Ide. Felkapcsolás. Azt a mindenit. Jó. Ezt is tudjuk. Na akkor. Nézzük meg. Ugye van telefonunk. Régi rádió. De jól néz ki. Távirányító kellene. Itt van. Ez kell nekünk. Tökéletes. És akkor meg is vagyunk.
tulajdonképpen a radiátorokat, két hosszú radiátort fogunk kialakítani, és utána meg is volnánk szerintem. Ja. Menj csak, hol is van. Ez lesz. Így. És akkor még egy. Jó. Na és akkor lássunk is neki. Fűtés. Ugye ez a hosszú radiátor. Ez jó lesz ide. A másik itt lesz. Egy kicsit arrébb, hogy nehogy... Na jó, szerintem itt lesz. Jaj, de jó, hogy rajtam vagy, te kutyuli. Jó, ez megvan. Na, és meg is vagyunk. Úgyhogy van fűtés. Jó, nagyok, szóval, hogyha bármit kinyitunk, akkor azok is kapnak jó kis fűtést. Ide nem is nagyon kell, vagy csinál, rakjunk képeket? Hogyha ide süt a nap, akkor eléggé, úgymond, nem tesz jót a képeknek. Na jó, legyen ilyen fotó. Na jó, legyen. Legyen, legyen, legyen. Dekoráció. Fotó. Egy ilyen. Kicsit arrébb. Ide jó van, nagyon kellene, mert szerintem ugyanolyan is lehet. Csomár. Aha. Jó, ez egy nagyobb kép lesz, de jól néz ki. Kicsit följebb tesszük. Jó, tökéletes. És ide is kellene valami kép.
fotó, valamilyen fotó. Függőleges. Ó, ez nagyon menő. Kutyás kép. És ekkora ez tökéletes lesz. Közben látom, hogy egy valami nem lett lefestve. Persze. Maga a keret. Ajajajaj. Jó. Festékek. Egy ilyen kis esest. És meg is vagyunk. És a nappali. Szerintem jó lett. Szépen kidekoráltuk. Ide nem teszünk semmit. Hát egy kicsit hosszabb lesz az út konyhából a étkezőbe, de ez van. Na, gyere! Gyere! Gyere, gyere! Ennyi lett volna így ez a videó. Mondtam, hogy ez egy ilyen kis rövidke videó lesz, de azért... Gyere, gyere, ne menj be! És a következő videóban pedig a kertet fogjuk megcsinálni. Ja. És most menjünk haza. Ez mit? Ez a kötélszerű valami? Na mindegy. Majd a következő videóban meglátjuk, hogy mi ez. Ez jó volt. Úgyhogy megvan a szerelvény. A vasúti kocsinak a bebútorozása. És akkor a következő videóban fogjuk elvégezni kerti munkálatokat. Így van, és utána a kerti munkálatok után eladjuk. Hogy mennyiért? Ez lesz itt majd a kérdés. Úgyhogy ennyi. Eddig. Na? Betölt? Betöltött. Most. Ja. Úgyhogy itt folytatjuk. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!